Köszöntöm Önöket! Ünnepekkor az étkezés teljesen új értelmet nyer, sokaknak ugyanis ez a szeretet nyelve. Rengeteg hibát követünk el ilyenkor, ma azonban egy dietetikus segítségével kiderítjük, mi az, ami hasznos, mi az, amit érdemes ünnepek előtt és után is betartani, és hogyan tartható fenn az egyensúly, egészségtudatosság és étkezés között. Tartsanak velünk! Sokan úgy készültek ugye az ünnepekre, hogy előtte már jóval elkezdtek diétázni, hogy majd az ünnepekkor jól bekajálnak, és hogy mégiscsak kompenzálják mindezt. Erről mi a véleményed? Hát igen, nekem is sok diétázom volt, aki előre mondta, hogy most nagyon tartja a diétát, de majd az ünnepek alatt ne várja el tőle, hogy ezt tartani fogja. Tehát ilyenkor mindenki a nagy bűnözésekre az alatt a 2-3 nap alatt készül, és sokat sütfőz. Ilyenkor azért meggyarapodnak az ezzel kapcsolatos betegségek, sok a hasnyálmirigy gyulladás, ugye az alkohol és a nagy mennyiségű zsírfogyasztása, az általában ilyesmit tud eredményezni. Ilyenkor is a mértékletesség lenne a mérvadó, tehát hogyha ezt a 3-5 napos időszakot, ami a karácsony körül van, ezt kellene úgy kibekelni, hogy tartani azokat az alapvető szabályokat, ami az egészséges táplálkozáshoz hozzátartozik, hogy ne csak sör, bor, ilyesmi folyjon le a torkunkon, hanem azért vizet is fogyasszunk bőséggel, hogy hidratáljunk ebbe a hidegbe, amúgy is nehéz rá odafigyelni, ilyesmiket azért érdemes lenne akkor is szem előtt tartani, de ezt nehéz azért elfogadtatni az emberekkel, hogy az ünnepek alatt mértékletesek legyenek, tehát inkább utána kompenzálnak, és akkor erre jobban elengedik magukat az ünnepek alatt, az abszolút jellemző. Mi az, amit leginkább elkövetnek ilyenkor hibát? Mi az, amiből sokat szoktak enni, vagy amivel panasszal fordulnak hozzád, hogy egyéb ételektől bármilyen problémájuk adódott? Hát ugye ilyenkor jellemzőbb, hogy nagyobb zsírtartalmú ételeket fogyasztanak, tehát a sülcsülöktől a jó zsírosan elkészített káposztán át, tehát akinek eppe vagy hasnyálmirigy problémája van, az ilyenkor azért ki tud éleződni. Illetve ugye a cukorbetegeknél is a cukros süteményeknek való ellenállás ilyenkor a nagyobb kínálat miatt nehezebb abszolút. Úgyhogy ilyenkor elsősorban nem engem keresnek meg, hanem esetleg egy kórházi ügyeletet, hogy nagy a baj, és esetleg kaptak egy epegörcsöt, vagy olyan nagyon leesett, vagy nagyon felment a cukruk, tehát ez ilyenkor gyakrabban előfordul abszolút. Hogyan lehet megtartani az egyensúlyt, hiszen van egy kiadós lakoma, de ugyanakkor érdemes odafigyelni az egészségünkre, hol van az egyensúly? Ott kellene megtalálni, hogy fogunk egy tányért, és akkor arra ugye az egészséges táplálkozás alapelvei szerint kipakolunk észszerű mennyiségeket, tehát mindent lehet enni, csak a megfelelő mennyiséget kellene ebből megtartani, nem kétszer-háromszor szedni, hanem csak egyszer egy tányérral, és akkor az már alapvetően, ha egy mennyiségi korlátot bevezetünk ilyenkor, hogyha már a nyersanyagokat annyira nem is válogatjuk meg, de inkább csak a módjával szedjünk, az már egy nagyon jó lépés lenne ezzel kapcsolatban. Aki mondjuk nem volt ilyen tudatos étkezések terén, és most így ünnepek alkalmával szenved, az hogyan tudja helyreállítani a szervezetét? Hát ha visszatérni az egészséges táplálkozás alapelveihez, ugye sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani nyersen, ez a sok, ez mit is jelent valójában, fél kiló, 600 gram zöldséget, gyümölcsöt, ha valaki megeszik nyersen, azért az már fedezi a napi rostbevitelének a javát, folyadékbevitelének is azért jót tesz, és emellett ahhoz, hogy ezek a rostok kifejtsék a jótékony hatásukat, folyadékot is kell fogyasztani, amire elsősorban 2-3 liter víz, vagy ízesítetlen teára gondolok, tehát így lenne fontos neki kezdeni ezeknek az újévi fogadalmaknak, úgyhogy ez lenne az elsődleges, amit szem előtt tartani, meg hát a mértékletesség visszavezetése az abszolút jó dolog lenne. Kúrák tekintetében mi az, ami ilyenkor javasolt? Nagyon divatosak ilyenkor a méregtelenítő kúrák, ugye egy hetes böjtöket, lébböjtöket találhatunk egy csomó bioboltnak a polcain, ez nem véletlen, hogy itt nálunk nem találhatók meg ezek. Abszolút van rá tudományos evidencia, hogy a böjtök azok jótékony hatással vannak a szervezetre, viszont ezek a hosszúra nyújtott 5-7 napos böjtök, ezek inkább ártanak, mint használnak. Hogyha valaki ilyen
Hát ezt nem szeretjük ezt a szót, hogy méregtelenítést, mert méregteleníteni a májunk, illetve a veseink tud. Inkább azt kellene kipróbálni, hogy ezt a böjtöt mondjuk heti két napban korlátozni, és akkor egy hónapon keresztül minden héten két egymást követő napot kiválaszt az ember, és akkor fogyaszt nagyobb mennyiségbe zöldség, gyümölcs, leveket, esetleg olajos magvakat, és akkor ilyenkor megpihen egy kicsit a szervezet. Ez abszolút követhető, de ezeknek az 5-7 napos léböjtöknek, poralapú csodadiétáknak, ezeknek én úgy gondolom, hogy nem sok értelme van, amikor ezek kihajtják a vizet a szervezetből, de amint visszaáll az ember a normál kerékvágásba, ez a pár kiló, amit ilyenkor sikerül leadni, ez vissza is szokott mászni elég gyorsan, ha nem a duplája. Akkor semmiképpen nem javaslod mondjuk a nézőknek, hogy fogyasztó teákat vagy egyéb fogyasztó készítményeket vásároljanak? Ez is egy nehéz kérdés, mert attól függ, hogy miről beszélünk. Tehát, hogyha víz visszatartás van a szervezetben, és egy csalántát vagy gyógytát fogyaszt valaki, annak vannak jótékony hatásai, viszont ezek a méregtelenítő, csalaktalanító teák, vagy a fogyasztó teák, ezeknek általában vagy placebo hatása van, vagy olyasmi, ami akár a májnak annyira nem is tehet jót. Itt az ünnepek után sokan ugye újévi fogadalomként megfogadták, hogy egészségtudatosan próbálnak élni. Mit tanácsolsz, hogyan lejjenek rá az oda vezető útra? Csak ismételni tudom magam, hogy a sok fogyadékfogyasztás, zöldséggyümölcsfogyasztás, mértékleketes kis adagok és napi ötszöri étkezés, rendszeres testmozgás, hogyha ezeket már be tudja vezetni az életébe, a szélsőségeket próbáljuk meg háttérbe szorítani, és olyan apró fogadalmakat tenni, ami tartható. Tehát, hogyha nem is eddig csak egy liter vizet ivott valaki, akkor ne rögtön 3-4 litert akarjon meginni, hanem 2-3 pohárral, ha már többet iszik, akkor azzal már tett az egészségéért. Vagy ha egy kicsit többféle gyümölcsöt, zöldséget tart otthon a pulton, és meg is eszi azokat, azzal már tett az egészségéért. Tehát kis étkezésre, 10 óraira uzsonnára fogyasszunk sok gyümölcsöt, magas C-vitamin tartalmokat, mandarint, narancsot, gránátalmát, ilyesmit most jól esik az embernek akár gyümölcssalátába is fogyasztani, szerintem nasolni valónak se utolsók ezek, úgyhogy ilyen apróságokat érdemes bevezetni az életbe. Ez azt gondolom, hogy sokkal jobban tartható hosszú távon, mint egy szélsőséges diéta. Köszönöm szépen! Igazán nincs mit.